Sziasztok! Megvan az az élethelyzet, amikor jön hozzátok a szaki, és állandóan kimászkál mondjuk a kocsijához, egyesével hozza be a szerszámot, vagy mondjuk ha fölmegy a létrára, akkor onnan mászkál le állandóan, mert éppen hiányzik neki a csavar, hiányzik neki a csavarhúzó, hiányzik neki a blankoló, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nincs nála az, ami éppen az adott munkához kellene, ezzel húzza az időt és a te pénzedet. Ha volt már veled is hasonló szituáció, vagy ismered ezt az élethelyzetet, esetleg te vagy az a munkás, aki most magadra ismertél, akkor tarts velem a videóban, a komplett átfogó tárolórendszerekről fogok nektek beszélni. Az előbb említett példa ugye nagyon kellemetlen, abszolút rontja a munkásnak az imidzsét, nem szívesen hívsz ugye ilyet a házadhoz, illetve hogyha te vagy az a munkavállaló, nem szívesen fognak téged hívni otthonra munkát elvégezni. Nagyon hiteltelen, nagyon gagyi, nagyon bután néz ki, hogyha folyamatosan kimászkálsz szerszámokért, mert mondjuk nem tudod bevinni. A másik picit jobb, de még ugyanúgy extra kellemetlen helyzet, amikor így, mint egy bevásárlás után az öletbe fogod, közre fogsz mindent, és úgy mész be, lehányod a szőnyegre vagy a padlóra. Egyrészt szanaszéjjel gurulhat bármit, másrészt nagyon hiteltelen ez. Nagyon pici odafigyelést igényel, ugye mindenki hallotta már azt a kijelentést, hogy a zseni átlátja a káoszt. Ez tárolás, illetve a rendszerek szempontjából nem megfelel. Elő, nem helytálló. Ugye inkább úgy kellene gondolkozni, hogy rend a lelke mindennek. Menjünk szépen sorjába, ugye megvannak a hagyományos tárolórendszerek, illetve vannak már a modern márkákhoz kötött extra kivitelek. Vegyük alapul első körbe a rekeszeket. Én többféle, illetve különböző méretű rekeszekkel dolgozok a műhelybe, ezeket nagyon jól lehet polcolni, egymás fölé helyezni többet akár, rengeteg mindent elnyel, nem mindegy, hogy ömlesztve van mondjuk valami a polcon, vagy ilyen rekeszekbe, ugye egymásra helyezve gyönyörűen lehet kezelni, övre akasztható vagy bújtatható tárolók, van olyan, amelyiknek külön övrendszere is van, rengeteg fakkal rendelkeznek, például fölmész egy létrára, és tároló, fönn van ez az öveden, el tudod rakni benne a behajtódat, a csavarokat, a csavarhúzókat, bitfejeket, rengeteg mindent, ugye nem kell zsebedben tartanod, nem kell valaki, aki föladogatja, illetve nem kell lemászkálnod sem. Úgyhogy különböző méretűek, fajtájúak, zsebesek vannak, csatosok, cívzárosak, rengeteg féle. Ebbe a kis picikében én például a marokbehajtómat szoktam elhelyezni, ugyanúgy az övemre tudom bújtatni, de akár egy ilyen tépőzár segítségével könnyedebben is fel tudom helyezni. Bitfejeket vagy csavarokat ugye el tudok benne helyezni. Nagyobb ágyuk azok meg, ahogy említettem, az ilyen övvel rendelkező nagyobb tárolók, rengeteg zsebe van, rengeteg pakolási lehetőséget, nagyobb gépeket is ugye könnyedén bele tudsz rakni, akár egy ütve csavarozót, egy nagyobb behajtót, egy véső, mondjuk egy akkumulátoros vésőgépet. Picit tovább haladva, szortimenterek, ugye nem mindegy, hogy például mondjuk a fiókba a csavarokat hogyan tartod. A másik nagy kedvencem, amikor elmész valakihez és látod, hogy befőttes üvegbe vannak a különböző csavarok ömlesztve. Ha kell valami belőle, akkor mit csinál az illető? Vagy turkál benne, amikor össze-vissza szurkálja a kezét, vagy kiborítja valahova, és akkor kezd el belőle bogarászni. Egy ilyen szortimenter tökéletes megoldás, különböző fakkokba tudod helyezni a mindenféle apró kis dolgaidat. Ezek a fakkok áthelyezhetőek, lehet, ugye ha kiveszel egy ilyen terelőfalat, akkor nagyobb kis fakkot tudsz kialakítani. Rengetegféle méretű, kivitelű ilyen kis szortimenter van. Ez is egy nagyon jó kis megoldás. Tároló dobozok, a szerszámos dobozok, vagy van ilyen merev, csővázas, ugye nyitott rendszerű, vagy a régi hagyományos műanyag, aminek ugye zárt fedele van. Van olyan, amelyik, mint például ez is extrázott a tetején, különböző kis méretű szortimenterek vannak, van ilyen kis picike is, ahol kizárólag csak a bitfejeket, ceruzát, bármi egyebet tudsz tárolni. Ugye ez fölhajtva a tároló kettőféle lehet, vagy az osztott,
mint amit itt láttok, tehát van egy kiemelhető kis ládika része, itt szintén rengetegféle szerszámot el tudsz tárolni, és alatta pedig a belébe, a nagyobb gépektől kezdve bármi más, amit ugye magaddal szeretnél vinni. A merev csővázasnak megvan az az előnye, hogy szintén rengeteg tárolási rekesszel rendelkezik, akasztási lehetőségek, kampók, mindenféle kis zsebek, akkumulátort el tudsz rakni, töltőt, gépet beakasztani, bármi egyebet, akkor le tudod rögzíteni. Merevvázas kivitel az annyiból jobb, hogy nem nyeklik-nyaklik maga a szerkezet, hanem egy csőváz tartja egyben, ugye sokkal masszívabb, illetve sokkal nehezebb dolgokat is el tudsz vele hordani. Mostanában a gyártók viszont kicsit modernizálták ezt, ugye még tovább gondolták a rendszerezés elméletét. Vannak típus specifikus kofferek, perforációvacs van elhelyezve benne, a gépnek, illetve egyéb kiegészítőinek vannak kivágva már előre a helyei, tökéletesen illeszkedik, nem csúszkál benne ezáltal semmilyen kiegészítő vagy gép, ugye biztonságosan tudod szállítani benne. Ezen kívül a gyártók már ráálltak a típus specifikus tároló rendszerekre, ami által szinte hasonlóan ilyen koffereket, illetve amiket a képeken láttok, ilyen boxokat tudtok megvásárolni. Ezek szintezhetőek, egymással lehet rakni őket, az alja mint egy Molnár kocsi, ilyen gurulókkal tudod szállítani őket. Úgyhogy ha tehetitek, az is egy nagyon jó megoldás, akár a műhelynek a sarkába elfér, minden egyes szerszámot belefér, kényelmesen, igazándiból olyan, mint egy nagy szerszámos kocsi. Jó, úgyhogy összegezve próbáljunk meg leszámolni azzal a tévhittel, hogy ugye a zseni átlátja a káoszt. Nem produktív, nem annyira hatékony a munkád, sokkal egyszerűbb rendszerekbe gondolkozni, teljesség igénye nélkül nekem most ennyi fért ide az asztalra, hogy párat bemutassak, viszont látogassatok el a Profi Barkácsnak a weboldalára, nagyon sokféle kivitelt találtok, akár a műanyag ilyen kis rekeszektől kezdve a rendszerkoffereken át, mindenre van megoldás, falitartók, falikonzolok, akár különböző szerszámos ládák, különböző övre csatolható tárolók, akkor szortimenterek, nagyon széles a választék. Ha van bármilyen kérdés, nyugodtan írjatok az ügyfélszolgálatnak, állunk készséggel rendelkezésetekre. Iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a frissülő és új tartalmakról. Nincs más hátra, mint sem, hogy elköszönjek. Találkozunk a következő videóban. Ne felejtsétek, balesetmentes profi barkácsolást!